A Mártonáron tér székeudvarhely tulajdonképpen egy történelmi központja, viszont a kor igencsak látszik már rajta is időszerűvé vált a felújítás. A tér belső része 750 négyzetméter, ide a jelenlegi megromlott aszfalt helyett többszínű térkövet helyeznek el, a patkót körbeölelő kockakövet pedig felszedik, majd újra elhelyezik. A modernizálás becsült értéke 200 ezer lej, váratlan ősszel új ruhába öltözik a tér. A felújítás során fontos tényező lesz az ár minőség arány, mondja Bunta Levente polgármester. Csak két cég tett le ajánlatot, és ráadásul meghaladja a költségvetési keretet. Most itt nem az a probléma, hogy nem tudnánk a pénzt kipótolni, mert volt miből, egyfelől nem is nagyon akarjuk, mert meg kell vizsgálnunk alaposan, hogy miért drágább, mint amire számítottunk, ugyanis voltak előzetes felmérések. Sietni nem sietünk, hisz négy évünk van arra, hogy a különböző munkákat elvégezzük, viszont ezt a munkát én azt gondolom, hogy annyira várjuk, hogy az idén el kell készíteni. Úgyhogy nem kapkodunk, odafigyelünk az ár minőség mérlegre. Az egykori nagy vásártér a református templom felépítésével alsó és felső piac térre oszlott. A felsőt több névvel is illették az évtizedek során. Volt Deák tér, később Gabona piac, a Szabadság tér, majd felvette jelenlegi nevét a Mártonáron tér elnevezést, de az udvarhelyiek már rég egyszerűen patkónak becézik a területet patkó alakban övező kőkerítés miatt. A téren található az 1982-es gyalogezred hősi halottjainak emléket állító bronzból öntött vasszékely szobor. Ugyanakkor rudvarhely számos műemlék jellegű épülete övezi, ilyen a Tamás Járon gimnázium bentlakása. De megemlíthetjük a több mint száz éves Mária Valéria épületet, vagy akár a Benedekelek tanítóképző épületét is, de a téren található a névadó püspök mellszobra is.